Üdvözlök, ismétlem mindenkit! Látható, hogy mit is csinálok? Felséggel kerékpározok, és nem nézek semmilyen multimédiás tartalmakat, se tévét, se Facebookot, se YouTube videókat, még egyéb más médiatartalmat, mert ezek mind-mind károsak az egészségre nézve, az agyatokat építi le, tiszta agya bírjatok gondolkozni, soha nem kell tévése, vannak ezek a régi hagyományos tévék, amint csak tévét lehet nézni, meg kell fogni, és ki kell dobni a szemétbe, hogy nem, egyszerűen fölösleges. Vannak újabb szokások, ezek a Netflix szolgáltatások, HBO Go, azok se nem kellenek. Minek? Mind-mind káros az agyra, meg kell fogni, nem kell előfizetniük semmilyen kábelszolgáltatásokra, se egyéb más internetes streaming szolgáltatásra. Annyi a dolguk, bedolgozzák a napi 12 óra hosszát, vagy a 14-et, attól függ, hogy ön mennyire is képes dolgozni, milyen kevés az esze. Ha mindig kevesebb az esze, annál több óra hosszát dolgozik, ha mindig több, akkor nem dolgozik jóformán sem ennyit se. Attól függ, hogy mekkora a kockázat, vállalt be. Ha sem ekkorát se, akkor dolgozzon egész élete végig, 50 évet, napi 12 óra hosszát. Ha önnek megfelel, akkor csak dolgozzon tovább. Megcsinál az adott feladatot, közben meg érdekelget magába, fülesen hallgathassa másoknak a zenéjét, a muzsikáját. Közben meg dolgozik, jár a kezzel, figyel oda, közben meg dalikázik, egy helyben áll. Körben van, megcsinálja a kész terméket, és önnek elrisztol majd az 50 éve. Ezért ne arról szóljon az 50 éve, hogy dolgozzon, bejön egy sorba, vagy pedig mennyi darabot kell elállítani, fogja meg, és dobja ki a tévét ki. Ezt a nevelést már kell közni olyan jó régóta, olyan 5-4 évesen, hogy nem szabad valahogy a gyermeknek fölcsavarni a tévét. Mert a gyermek, olyan óvodás, nem ott megszületett gyerek, nem tudja felfonni a mozgó képeket. És ez miatt soha az életben nem szabad tévére rászoktatni, meg kell fonni, és ki kell dobni a szemétbe. És ezzel segít a fejlődéseiben, nem pedig rászoktatni a maga tévére, tévénézésre, ami néha a bűn is. Aki tévézik, az a pokolba is bír jutni. Valaki vallás szekták, hogy nem szabad tévét nézni. Ha tévét néz, akkor a pokolba jut. Ez ilyen egyszerűen meg van fogalmazva. Lehet nézni, amit is csinálok. Mozgás. Testmozgás. Természet. Gyönyörű szép táj. Látható egy vasút simpár. Eléggé hideg van. És körül lehet nézni, hogy nincsen. Semmi más, nincs se telefon, se nálam, csak egy kamera. Most nem vagyok az internetre csatlakozva. És el lehet rajta gondolkozni, hogy is, mit tenne, ha nem volna egy pár napig internete. Mit is csinálna? Mennyi sok minden másra lenne, mennyi sok pénzt bírna keresni vele. Hogy önnek be kell látni azt, hogy maga a tévé az káros. Ami filmeket nézegetnek, zenét hallgatnak, mind-mind elnyomás. Hogy maga egy olyan, például van ez a valami sztár, aki énekelget, filmen néz, és ön tudja, hogy kicsoda az. De mit ér el? Mit ér el vele el, hogy tudja, ki a fene játszik a filmben? Hát semmit sem. Annyit, hogy más nem tud. És létezzünk fel, így dolgozik olyan napi 6 óra hosszat, irodába ül, hazaér, elvégzi a napi szükségleteit, és aztán nem csalja fel a tévét, se az internetet. Az a legfontosabb, hogy nem azt csinálja, amit más csinál, hanem maga önállóan van annyi egyéni joga,
lámpa, és nyithat meg a csávat filmeket is. Nincs megvonva magától. És kész. Nem pedig másokat nézni, másokat gyönyörködni abban, mit is ért el. Köszönöm a figyelmeteket ismétlen. Szevasztok!